Sziasztok! Nagyon szép napot mindenkinek, köszöntöm az érdeklődőket, Concerto van velem, ő lesz a segítségünkre, és egy Seat Ibizát fogunk megnézni, tartsatok velünk, nézzétek meg velünk együtt ezt a masinát, egy fekete színű, gyöngyház metán fekete színű Ibizát nézünk, 2009-es darab, 80.000 km van benne mindösszesen, végig vezetett márka szervizes szervizkönyvvel rendelkezik, igazolt, garantált kilométer futású autó, jó műszaki állapotban van, és szerintem esztétikailag is úgy látom, hogy rendben van. Falken márkájú gumikat találtunk ezeken a szép felniken. Ha mögé nézzünk a felnik mögé, jó állapotú fék tárcsákat látunk itt hátul. Gumi mintázatra is teljesen rendben van, tehát ezt még egy pár évig biztos, hogy lehet használni. Van hozzá ajándék téli szett is, lemezfelnire szerelt dísztárcsás gumikat találunk majd a csomagtartóban, mármint azt fogja találni, aki megvásárolja az autót, ez benne lesz a csomagtartóban, ezt hozzákaptuk és hozzá is fogjuk adni a következő tulajdonosnak. Láthatólag a lámpái tiszták, világítanak, teszik a dolgukat és a motorja is, ami egy 1.4-es 16 szelepes motor, csendesen, nyugodtan, egyenletesen dolgozik a motortérben. Megy a ventilátor, megy a klíma benne, nagyon jó jéghideg klíma van benne, szó szerint 1-es, 2-es fokozatnál följebb az ember kapcsolja, akkor már keverni kell hozzá egy kis meleg levegőt. Nagyon-nagyon hideget fúj, nagyon jó klíma van benne. Megfelelő folyadékszintek itt a fék tartálynál, illetve a kiegyenlített tartálynál és pont a felesnél áll a kis rózsaszín folyadék benne. Jó akkumulátort szereltetett bele a gazda, ez egy Exide akkumulátor, ez egy jó minőségű, jó márka. A szabad táblája, itt egy olajcsere, itt is egy olajcsere, ez is ilyen Seatos olajcsere. Ez nem olyan régen történt, 2019-es azt hiszem, Concertoval megnéztük, mert le is fotóztam szerintem, de ettől frissebb is van, mert 21.4. havi van, ami 301 néhány kilométer ezelőtt történt szervizről szól, tehát tulajdonképpen frissen szervizeltként tudjuk az autót apostrofálni. Mind a két oldalon rendben van az autó, nincs rajta parkolási sérülés, van rajta tolatóradar, mármint szenzorokat látunk itt hátul, ezek működnek, kipróbáltuk, de ki tudjuk próbálni még egyszer, majd beleülök és akkor kicsit hátrább tolatok. Na itt hátul vagyok, akkor megmutatom, itt van hozzá ez a szett gumi, ezeket fogjuk majd ide szépen betenni a csomagtartóba, van benne hely, el fog benne férni, oszthatóak az ülések, dönthető, vízszintesig dönthető, ez a két hátlap. Nézzük meg akkor itt a szőnyeg alatt mi rejlik, ugye itt van a gyári szintén matrica, itt pedig az eredeti bontatlan hátsó részben ugye az emelő kerékkulcs, vonószám és a gyári méretű normál gumi van benne. Nagyon szép, csinos kis járgány. Hátul a szövet kárpitozást megnézegetjük. Teljesen rendben van, fejtámlák a helyükön vannak. Izofixes és oldal légzsákos is, és elő légzsákos. Itt hátul kézzel tudjuk az ablakokat lefelhúzni. Itt viszont egy gomnyomásra működnek, vagy húzásra. Tehát ha lenyomjuk, lefelé megy, ha felhúzzuk, felfelé megy. Ugyanezt teszi a jobb oldali ablak is. Az üvegezése után nézzük meg akkor az első ülést. Így néz ki az első ülése. Egy kis tappancs, ide beteszem a tappancsaimat. Nagyon kellemes, nagyon jó idő van benne. Ugye bekapcsoltuk a klímát. Teljes csend van a szerkezetünkben, ugye jár a motor. Befogom a számot, akkor semmit nem lehet hallani. De lehet egy picit hallani, méghozzá a gyári zenét. Kellemesen jól szól, és szép is ez a kis piros kijelző, jól áll neki. Itt is piros számkijelzéses, és a műszerfal pedig ilyen fehér színű, azok a kis 10-es, 20-as, 30-as fölfele menet. Ugye a fordulatszámérő meg a kilométer az ilyen fehéren világít, amikor ugye világítást rátesszük. És lekapcsoltam. Nagyon szép mutató, sötétben rendkívül jó fog mutatni. A kormánya az négy irányban állítható. Tudjuk betolni,
kihúzni, és le föl tudjuk állítani, ahol nekünk jó. Felhúzok ezt a kis kart, és már is le van fixálva. Mit tudunk még mutatni? Megvan a két eredeti gyári kulcsa. Már is újraindítjuk, felállítjuk. Ki tudjuk próbálni, ugye, nyomva a gombot, bezárjuk, és kinyitjuk. És van egy harmadik funkció rajta, ez pedig a csomagtartó. Külön tudjuk nyitni a csomagtartót is. Azt mondja, gyújtásra tesszük. Ugye láttunk itt ABS-t, menes stabilizátort, illetve keréknyomás ellenőrző rendszert is. Tulajdonképpen ami jó, az kialszik. Tehát kigyulladnak a lámpák, minden ellenőrződik, és ami nem stimmel, ugye, vagy hiba van benne, azt jobb lenne orvosolni. Ilyen esetben ugye tankolnunk kell, be kéne kötni magam, meg ki kéne engedni a kézifékedni, ezt mind nem tesszük meg, mert nem megyünk most sehova sem, maximum hátrafelé fogok vele menni, kipróbáljuk, hogy a tolató radar az teszi a dolgátért. Tehát motorunk rendben van, a rádiót kipróbáltuk, van CD is hozzá, és AUX csatlakozó is még hozzá, ezt kell itt felnyitnunk, és ide tudunk hozzájutni ezzel a kis luxihoz. Itt a keréknyomás ellenőrző, menet stabilizátor, elakadási jelző, és innen is tudjuk a centrál zárat aktiválni, itt pedig a hátsó szélvédő fűtést látjuk. Na szóval, mi van még itt? Szevasztok srácok, láttam itt már felkészültetek, itt van mellettem a szervizkönyv, és mint mondottam, ugye 2021. 4. hó 19-én szintén volt szervizben, és 79.722 km volt benne. És hogyha elkezdünk lapozgatni, akkor látjuk, hogy hát ezzel foglalkoztak, szeretgették, csinosítgatták, karbantartották, és mindenféle jó dolggal ellátták, amikor elment szervizbe a tulajdonosa. Tudjuk mondani nyugodtan, hogy ez egy igazolt, garantált kilométer futású Seat Ibiza, aminek legalábbis biztosan itt a papíron 2023. 9. hóig szóló műszaki vizsgája van. Tehát friss műszakival kínáljuk ezt a járművet nektek. Mi az, ami kimaradt volna? Nem tudom, van benne egy csomó jó dolog, amit meg tudtok nézegetni, illetve tudtok nyomkodni, gázpedált is, meg minden olyasmit, amit elérhető ezzel az autóval kapcsolatban, mint nálunk a kereskedésben. Ugye tudjátok, hol vagyunk? Budapesten vagyunk, a 15. kerületben. Itt van mellettünk az M3-as autópálya közvetlenül. Ide tudtok eljönni, itt tudjátok megnézni a masináinkat, többek között ugye ezt a Seat Ibizát és az összes többi járgányt, ami itt van a kereskedésünkben. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, remélem megtetszett az autó, eljöttök hozzánk. Kérnénk szépen hozzá egy ilyen kis jelet a videónk végére, iratkozzatok fel a csatornánkra, és gyertek be hozzánk a kereskedésbe. A viszontlátásra, sziasztok!